További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, akik az előttünk álló percekben egy speciális diáklabor hálózat kiépítési munkálatairól, ennek részleteiről hallhatnak. Hogyha pontos akarok lenni, akkor konkrétan azt mondom, hogy a Miskolci Lévai Református Gimnázium diáklabor hálózatának a fejlesztéséről, fejlődéséről, no meg eredményeiről értesülhetnek. Mégpedig a stúdió vendégének segítségével, aki nem más, mint Dóka Erzsébet, a gimnázium kémia szakos pedagógusa, és egyben ennek az országos hálózat kiépítésének, hát én úgy mondom, helyi felelőse, közel járok talán az igazsághoz? Igen. Köszönöm, igen, hogy elfogadta a meghívást, és itt van. Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat, szép napot mindenkinek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Erről a Seje János diáklabor hálózatról ugye sokat lehet olvasni az interneten, sokat lehet hallani a helyi médiában is, óriási jelentőségű, úgyhogy mielőtt még a konkrét feladatokról beszélnénk, arra lennék én kíváncsi, és azt kérdezem meg, hogy mit jelent a gyerekek számára, a tanulók számára az a fajta lehetőség, hogy nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatnak bizonyos dolgokat, tehát a laborhálózat. Fantasztikus lehetőséget kaptunk 2014-ben, amikor iskolánkba átadásra került, az öveges programban megvalósult természettudományos laboratórium, ahol valóban a diákoknak van lehetőségük maguk kísérletezni, elvégezni azokat a egyszerű vagy egy kicsit összetettebb kísérleteket, amelyek a fizika, kémia, biológia és földrajztantárgyakhoz szorosan vagy kevésbé szorosan tartoznak. Fantasztikus látni, mikor a diák szemében felcsillan a felismerés öröme, és teljesen másképp marad meg benne egy-egy kísérlet eredménye, hogy a széndioxidba valóban elalszik a gyújtópálca, és nem lehet oda beledugni, és elalszik. És ez egy életre szóló élmény. 10 éve kiszolgálunk 15 általános iskolát a saját diákjaink mellett. Nagyon sok élmény maradt meg bennem is, hogy mit jelent ez a gyerekeknek, és ez a lehetőség bővül most azzal, hogy a klasszikus természettudományok mellett a hangsúly egy kicsit átterelődik a digitális technológia irányába. Ezt az ön által így apostrofált, hogy jól látni, felismerni a örömet a gyerekeknél. Nem minden gyereknek csillan fel a szemében az a bizonyos lángocska, tehát nem minden kit érdekel, de szerintem minden gyerekben eredendően megvan a felfedezés öröme. Sok gyerek próbálkozik otthon, ami egyrészt örvendetes, másrészt megveszélyes is lehet, tehát néha gyerekek beszámolnak olyan dolgokról, amitől egy kicsit rosszul leszek. Tehát pont az a célunk, hogy teret adjunk ezeknek az ötleteknek, kísérleteknek, és hál' Istennek a diákok élnek, és ezzel a lehetőséggel megkeresnek, hogy van egy kutatási projekt, van egy ötletük. Legutóbb is 2 évig dolgoztam egy gyerekkel, anyagok újrahasznosításával, illetve eltüntetésével kapcsolatos projekten, amivel OTDK országos versenyen 2. helyezést értünk el, rendkívül büszke vagyok rá, és tulajdonképpen ez annak a labornak a célja, hogy ember közelbe, gyerek közelbe vigye egyrészt a természettudományokat, másrészt pedig inspirálja őket arra, hogy önálló kutatási projektekbe kezdjenek, és mi meg segítjük őket ebbe. Akkor menjünk bele a részletekbe, ugye utalt az imént a öveges programba való részvételre, a sikerre, aminek, ha úgy tetszik, akkor egy nagy léptékű, de igen összetett következő állomásához érkeztek el. Maga ez a hálózat kiépítés, ugye ez egy országos program. Ez hogy történik? Tulajdonképpen a Kecskeméti Piarista Gimnázium Mikulás Domonkos igazgató vezetésével indult el egy olyan szakmai együttműködés, amelynek az a célja, hogy az öveges program keretein belül létrehozott diáklaborok egyfajta hálózatba lépjenek, tehát összefogjunk, és legyen egyfajta érvényesítő képességünk, hiszen ezekhez a laborokhoz kell egyrészt felújítani, eszközpark, kellenek a szaktanárok, és az ő kezdeményezésükre a Nemzeti Innovációs Ügynökség támogatásával került kiírásra 2023 tavaszán ez a Seje János Diáklabor fejlesztési pályázat, ami magyarországi költségvetési forrásokat használ fel arra, hogy ezeket, ahogy most már 10 éve működő laborokat egy kicsit felújítsuk, új tartalommal töltsük meg. Ehhez szorosabbra fogjuk az együttműködést a meglévő laborokkal, illetve a
pályázat célja most, hogy új laborok is kialakításra kerüljenek. Többek között Kisvárdai kolléganővel folytattunk szakmai megbeszélést, náluk most új labor fog kiépülni. Egyik sem könnyű feladat egyébként, sem az eszközpark normális működtetésének a biztosítása, sem a szaktanárok létszámának a biztosítása. Így van, tehát komoly feltétele volt a pályázatnak, hogy a megfelelő szakmai hátteret biztosítsuk, szakmai programokat kellett kidolgozni, többféle programot kínálunk az általános iskolai korosztályú gyerekeknek, ezek a programok a Lévai honlapjáról elérhetők. Most indulnak a tehetséggondozó foglalkozásaink, melynek a célja az alapkutatási tevékenység megismerése, a megismerés, a kísérletezés, az összefüggések keresése, a jegyzőkönyvvezetés. Ez egy foglalkozás sorozat lesz, tehát 10 alkalmas foglalkozás sorozat, amely kicsit kémiás, kicsit fizikás, egy kicsit biológia szempontból közelíti meg ezt a problémát, hogy hogy lehet megismerni a körülöttünk lévő világot. Tehát ezek ilyen tehetségfejlesztő foglalkozások. Másrészt a későbbiekben indítunk még úgynevezett projektfoglalkozásokat, különböző témakörbe, ami érinti a robotikát, digitális technológiát, érinti az egészségvédelmet, az egészségmegőrzést, elsősegélynyújtó projektünk lesz, aztán tanulásmódszertani coaching, ugye figyelembe véve azt, hogy nagyon sok online technológia elérhető, amire kevesen vagyunk, vagy kevés ember van, mely kevés gyerek van felkészülve, de ugyanakkor nagyon hasznos az egyik kolléganőm, ilyen tanulásmódszertani coaching, a sorozatot indít. Aztán megint csak az online, a digitális technológiának köszönhetően lesz egy olyan projektunk, hogy az Európai Unió statisztikák tükrében, tehát hogy lehet a matematikát életközelbe vinni, és rajta keresztül megismerni egyrészt a magyarországi adatokat, másrészt az Európai Unió statisztikai adatait, ami azt hiszem szintén egy izgalmas projekt. Nem kis kihívás jelent ez a pedagógusoknak ott a gimnáziumban, ugye? Hát nem unatkozunk. Van egyfajta egészséges, én akarok a jobb lenni vetélkedés is. Igen, és azt hiszem ennek a mostani Sejé János laborfejlesztési projektnek éppen ez az egyik kulcs momentum, hogy egy kicsit felfrissíteni, a meglévő ismereteket felrázni, új szempontból megközelíteni, hiszen 10 év alatt azért sokat változott a világ, sokat változott az oktatási technológia, és mi ezeket az új elemeket szeretnénk egy kicsit bevinni most a pályázat megvalósításába, ami egy 2 éves projekt. Említette talán, hogy 15 általános iskolával tartják ezt a kapcsolatot, ugye? 15 iskolával indultunk a Plámopos projektbe, aztán ilyen-olyan okok miatt 5 iskola lemorzsolódott, hát mondhatnám itt a forráshiányt, nem tudnak beutazni, nincs szaktanár, de nem szeretnék most ezekbe a problémákba belemenni. Lényeg az, hogy 10 iskolával megmaradt a nagyon jó munkakapcsolatunk, fantasztikus kollégák jönnek be hozzánk, hozzák be az érdeklődő gyerekeket, és öröm velük dolgozni, ami úgy gondolom, hogy egy kölcsönösen hasznos dolog. Mi is nagyon sokat tanulunk az általános iskolákba tanító kollégáktól, fantasztikus, értékes emberek vannak köztük, úgyhogy nagyon élvezem ezt a fajta munkát. Ők a szerencsésebbek, ezek a 10-ek akkor, ugye? Igen. Erre is jelentkezni lehetett? Vagy önök választottak? Vagy hát ők jelentkeztek? Annak idején, mikor indítottuk a támapos projektet, akkor mi kerestünk meg nagyon sok iskolát, és akik szerettek volna, azok csatlakoztak, akkor született egy együttműködési megállapodás, ami 5 évre szólt, annak idején 5 évről szól a pályázat, de az 5 évből 10 lett, és remélem, hogy még 2 évig minimum kitart ez az együttműködés. Ez azt jelenti, bocsánat, hogy közbevágok, hogy már esetleg az ebben résztvevő gyerekek közül már ott vannak a Lévaiban, mint tanulók, nagyon ugye? Sokan. Igen, tehát nagyon sokan, és nagyon sokan indulnak el aztán természettudományos pályákon, hiszen a 10 évvel ezelőtti 7-es, 8-os most már befele fejezi a mérnöki, orvosi és egyéb szakokat, ahogy általános iskolából hozzánk kerülnek, és onnan az egyetemre, és ennek megfelelően nálunk nagyon fontos szempont az iskolában ez a 3-as tagolódás, hogy az általános iskolától a középiskolán át az egyetem még, tehát erre nagyon odafigyelünk, szoros kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, az ELTE-vel, Károli Egyetemmel, irányítjuk a gyerekeket a megfelelő szakképesítés
irányába. Hát ez egyébként nagyon fontos szó, ez az irányítás, mert gondolom, hogy állandóan ott lebeg, hogy a verseny nyomasztó hatása az ne érződjön, hanem valóban ez a szellem kibontakozását és a jó választás segíts elő. Nagyon nagy teher most a fiatalokon a pályaválasztás, és ezt próbáljuk számukra megkönnyíteni, tehát pályaorientációs napokat szervezünk, ahol helyszínen tudnak betekintést nyerni a különböző szakmák rejtelbeibe. Ez nem csak a természettudományokat, hanem a humántárgyakat egyaránt érinti. Ez a szakmai nap jellemzően május végén szokott lenni, illetve hát a tantárgyakon keresztül, különböző versenyeken keresztül, üzemlátogatásokon keresztül próbáljuk a fiatalokat a lehető legtöbb információhoz juttatni. Nagyon jó pályaorientációs szaktanácsadás működik nálunk, az egyik kolléganőm, Takács Judit kolléganőm személyes beszélgetéseket folytat a gyerekekkel, segít nekik a pályaválasztás rejtelmeiben, illetve mostani megváltozott felvételi, azt mondanám, dzsungelbe egy kis irányutatást adni. Az oda terelést nyílt nap segíti, de hát az elsősorban a szülőknek szól, tartanak gondolom. Tartunk nyílt napokat, november elején szokott lenni az egyik nyílt napunk, november első második hetében, illetve januárban van a másik nyílt napunk. Akkor, amikor indult az öveges program, akkor még kimondottan csak a kémiai laborra vonatkozott? Nem, komplex kínálatunk van, tehát a biológia, fizika, kémia és földrajztantárgyakat jártuk körül, dolgoztunk ki munkafüzeteket, és azóta is ebben a négy témakörbe, de volt rá példa, hogy például ötödikeseket hozott be tanítónéni Bőcsről, magyar szakos tanítónéni, mert kitalált egy olyan programot a gyerekeknek, amihez kellett a labor, olyan feladatokat. Tehát azért mondom, hogy nem csak a hetedik, nyolcadikosokra vagyunk kihegyezve, hanem az érettségig kísérjük a gyerekeket, és például a kutatók éjszakájára akár kicsi óvodás gyerekek is bejönnek, és élvezette vesznek részt a programjainkon. Erre még majd visszatérünk, mert hiszen aktualitása van, de még kíváncsi lennék arra, hogy mit érez, mit él át egy pedagógus, hogyha így visszatekint a tízesztendőre. Óriási változáson ment keresztül mind a laborhálózat, mind a felszereltség, meg hát mindig újabb és újabb kihívás van, hát elég legyen most a digitális világot. Így van, említeni. Tehát nagyon fontos, hogy iskolán belül is szorosabbra fonódik az együttműködés a labor, a természettudományos laboratórium, illetve fantasztikus digitális alkotó, közösségi alkotó tér működik, ahol a 3D nyomtatás, a lézer technológia és az egyéb digitális technológiával kapcsolatos dolgokat, robotprogramozást ismerhetik meg a gyerekek, és szorosabbá fonódik az együttműködés az iskola két vége között, ahol fizikailag is el van választva ez a két egység, de nagyon jó a szakmai kapcsolat a kollégákkal, és most a kutatók éjszakájának is úgy futunk neki, hogy ők is kínálnak programokat, mi is kínálunk programokat, és nyilván a tantárgyak oktatása is, különösen nálunk a Lévaiba, a Microsoft mintaiskolájaként az elmúlt 6 évben elment egy olyan irányba, hogy tanórák megtartása erősen digitalizálódott, tehát vannak digitális technológiával működő tehetséggondozó osztályaink. Most lesz az első ilyen osztálynak a kibocsátása, 12-esek, akik 6 évvel ezelőtt kezdték ezt a projektet, és egy ilyen irányú fejlesztés is benne van most ebbe a projektbe, hogy támogassuk a kollégákat, illetve a gyerekeket a digitális technológia irányába. Ezt irányába is meg kellett pályázni, ezt a Microsoft mintaiskola címet? Ezt minden évben meg kell pályázni. És minden ez évben anyagi támogatással is? Nem, jár? Ez eszmély támogatás, eszmély, illetve most már nem tudom pontosan hányan vagyunk, de szerintem a 20 körüli azoknak a kollégáknak a száma, akik most már évek óta Microsoft expert, innovatív pedagógusok, amit szintén meg kell pályázni. Microsoft itt éli oda, egy nagy nemzetközi közösségnek vagyunk ilyen módon a tagjai, és nagyon büszkék vagyunk rá, mert
nagyon kevés azoknak az iskoláknak a száma, tudtam, a jelenleg 7, akik Magyarországról ebbe a programba bekerülnek, és közte az egyik a lévai. Én ezt egy fantasztikus dolognak tartom, és miután 6 éve ebbe a világba élek, látom, hogy milyen eszközök, milyen lehetőségek kerülnek a diákok kezébe azzal, hogy nem egy 20 kilós táskával járnak be az iskolába, hanem egy laptoppal, és azon minden információ rajta van. A 7. gyerektől kezdve a 12-esekig egy másfajta élmény, egy más világba csöppen bele az ember, ha ennek tagja. Ennek tagja. És hát a pedagógusoknak meg ez a Life Learning című fejezet az utolsó pillanatig tart, ugye állandóan tanulni, lépést tartani. Ez így van. Mert hogy hiteles is legyen a diák szemében. Ez így van. Kutatók éjszakájára még maradt egy-két percünk, ugye kétszer is utalt rá. Konkrétan ez mit jelent az iskolának, mivel szerepelnek? Különböző programokat biztosítunk, egy természettudományos játszóház, biológia, kémia irányjal a laborban, aztán lesz egy hangulatos, érdekes fizika bemutató, egy kicsit tüzes, egy kicsit veszélyes fizika bemutató, aztán lesz egy online szabadulószoba, egy valódi szabadulószoba, amit a kollégák raktak össze, és az iskolában működik, és lehet látogatni, illetve hát a 3D alkotás, a 3D nyomtatás, illetve a lézer technológiának a megismerése, lézerrel való tárgyalkotás. Játszunk a nyelvekkel, szintén lesz egy ilyen játékos lehetőség a nyelveket kedvelő látogatóknak. Elsősorban az általános iskolás korosztályt várjuk. Gyakorlatilag megjönnek az apukák, anyukák, és ugyanúgy tudnak örülni a programjainknak, mint a gyerekek. Talán még játszani is lehetőség igen, van? Igen, igen? Igen, igen. Biztos voltam benne, hogy az apukák ott ellesik, és egy kicsit oda tolakodnak. Köszönöm szépen a tájékoztatást, sikeres programot, sikeres hálózatépítést kívánok, és hasonló eredményeket, mint amelyet oly büszkén mondott, én is láttam a szemébe felcsillanni azt az örömet, amikor a Microsoft mintaiskoláról beszélt. Igen. Köszönöm még egyszer Dóka Erzsébet pedagógusnak, a miskolci Lévai József Református Gimnázium pedagógusának, hogy bejött a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget.